Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket, nézzük, miről lesz szó mai műsorunkban. Az eddigi intézkedéseken felül bértámogatásra és az állami megrendelések növelésére is szükség lesz, hogy a vírus okozta válságból kilábaljon a gazdaság, így látja az iparkamara elnöke. Nagy vesztesei a koronavírus járványnak a vendéglátósok, van, aki házhoz szállítással próbálja túlélni a nehéz időszakot, és a borászok is kilátástalan helyzetben vannak, szinte csak az online értékesítés maradt számukra. Nézzük! Bértámogatásra lenne szükség, és növelni kellene az állami megrendelések számát is, hogy a gazdaság a koronavírus okozta válságból majd mielőbb visszatérhessen a normális kerékvágásba, mondja Fischer Sándor. Az iparkamara megyei elnöke úgy látja, Tolna megyét is súlyosan érinti a koronavírus miatt fellépő gazdasági visszaesés. Már több mint két hete gyűjti a cégek javaslatait és tapasztalatait a koronavírus okozta gazdasági visszaeséssel kapcsolatban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet honlapján néhány perc alatt kitölthető az online kérdőív, a beérkező válaszokat pedig folyamatosan értékelik a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál is. A legnagyobb bajba a vendéglátás és a turizmus került, de a gyárak is kevesebbet termelnek. Nagyon sok javaslat érkezett, elsősorban bértámogatás, hitelek, de legfontosabb vissza nem térítendő hitelek a kormány részéről, és gyakorlatilag egyfajta élénkítő programot, az gazdaság élénkítő programnak a beindítása. Ez azt is jelenti, hogy állami megrendelések növelése, állami programok, építési, beruházási és megrendelési programok megindítása. Összességében a jelenlegi számításaink szerint a körülbelül olyan 2000 milliárdtól 4000 milliárdig tartó összeg szükséges volna ahhoz, hogy a gazdaság erre tudjon állítódni. A kamara elnöke szerint a cégeknek most nem csak az okoz gondot, hogy csökken a bevételük, hanem hogy ennek ellenére is mindent meg kell tenniük, hogy megtartsák a jó szakembereiket. Fischer Sándor azt mondja, a kormány eddigi mentőcsomagja mellett további intézkedésekre lenne szükség, például bértámogatásokra és állami építőipari megrendelésekre. Úgy érezzük, hogy hirtelen egy gyors lépést kellett tenni, de a javaslataink, amik fölmentek most már a kormány felé, az gyakorlatilag a következő lépésekről, illetve a válság utáni helyzetre vonatkoznak. Mi is tudjuk, hogy ez nem elegendő. A mostani lépések, ugye gondolok itt a katásoknak az egy részét támogatása különböző kedvezményekkel, vagy egyéb járulékmentességek, illetve hiteltörlesztési mentességek. A következő lépések az a szépkártyát kibővítésétől kezdve a megrendelési állomány, állami megrendelési állomány növelése, illetve a beruházások támogatása, és nem csak ilyen területen, hanem azt is lehetne mondani, hogy az állami tartalékok megnövelése, ez gyakorlatilag újabb vásárlást jelent. Valamennyi szektorban kell egyfajta állami pénzcsapot megnyitni, mert csak így lehet ezen túl lenni. A kamara elnöke abban bízik, hogy a világjárvány megszűnése után a gazdaság kifejezetten gyors tempóban állhat vissza a válság előtti szintjére. Hatalmas bajban vannak a szekszárdi éttermek a koronavírus járvány miatt. A rendkívüli helyzetben egyes vendéglátósok határozatlan időre bezártak, mások átálltak az étel kiszállításra, így próbálják megtartani vendégeiket. A vendéglátók kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke azt mondja, az a legnagyobb baj, hogy bizonytalan a jövő, és nem látják a járvány végét, így felelős döntéseket is nehéz hozni. Üres utca, bezárt éttermek. Ezt fogadja az ember Szekszárd sétáló utcájában. A koronavírus járvány miatt a vendéglátósok ugyanis kénytelenek voltak első körben rövidített nyitvatartásra átállni, majd amikor jelentősen csökkent a forgalmuk a cégek munkahelyek bezárása és a kijárási korlátozás miatt, egyes éttermek határozatlan időre bezártak, mások átálltak az ételkiszállításra. Első körben ez volt a legérintettebb iparág, a vendéglátás, a turizmus,
rendezvényszervezés és minden, ami ezzel kapcsolódik. Gyakorlatilag olyat élünk át, amivel még nem találkoztunk. Szekszárdon, amiről tudomásunk van a vendéglátó kerekasztal egyesület tagjai közül, gyakorlatilag az éttermet azt a többség lezárta. Vannak olyanok, akik még ezt a délután 3 órás nyitvatartással élnek, de ők is már csak az elvitel lehetőségével, az is csak egyszer használatos műanyag dobozba, tehát éthordóba már nem szolgálnak ki ételeket. Mindenki próbál ezzel a kiszállítással küzdeni, próbálkozni. Nyilván ez egy lehetőség maradt, de azt is látni kell, hogy hát ha egyre több szereplő lép be erre a piacra, miközben esetlegesen a fizetőképes kereslet pedig egyre csökken, akkor azért ez sem egy túl optimista forgatókönyv. A még működő éttermek ingyenes kiszállítással próbálják megtartani vendégeiket és némi bevételre szert tenni, ám ez az összeg csak az életben maradáshoz, a rezsijük kifizetésére lesz elég, a dolgozók bérét ez nem fedezi, mondja Kesszei Szabolcs, a 10 éttermet képviselő vendéglátó kerekasztal a Szekszárdért Egyesület elnöke. Nyilván hallunk olyan híreket a városból, ahol megkezdődtek a leépítések. A többség egyelőre kitart. Nyilván volt a kormány részéről az a fajta intézkedés, hogy a munkaáltatói járulékokat elengedte, munkavállalói járulékokban kedvezményt biztosít, ez szükséges, de nem elégséges. Keszthelyi Szabolcs most úgy döntött, az általa vezetett étteremnél csökkentett munkaidőt vezet be, senkit nem bocsát el. Azt látjuk, hogy 25 főnek most per pillanat ez nem tud egyfajta megélhetést biztosítani, de nem szeretnénk senkitől megválni, senkitől nem szeretnénk elköszönni, ezért úgy egyeztünk meg a kollégákkal, hogy ezt a feladatot valahogy egy ilyen csökkentett munkaidőben minden egyformán szétosztjuk, és egy egyforma keresetet biztosítunk mindenkinek. A szekszárdi vendéglátósok abban bíznak, hogy az állam munkabértámogatást ad majd a munkáltatóknak a nyugat-európai országokhoz hasonlóan, így az állások és a munkahelyek is megmenthetőek lennének. Jelentős anyagi kárt okoz a koronavírus terjedése a borászoknak. A kialakult járványügyi helyzet miatt nincsenek borkóstolók, rendezvények, így csak online értékesítésből élnek a pincészetek tulajdonosai. Halmozódnak a borok a szekszárdi borászok pincéjében. Nagyon sok borászat számára a 2020-as év gazdaságilag vízválasztó lesz. A hét elején tapasztalható közel 15 fokos lehűléssel járó időjárás változás, illetve a koronavírus és a kialakult járványügyi helyzet következtében számos bevételi forrást elesnek a szekszárdi borászok. Ilyen például a turizmus vagy a vendéglátás, mondta Mészáros Péter borász. Mint minden ágazat, a borászat is ugye most visszaesésben van. Főleg azok a borászatok, ahol vendéglátás, turizmus is van, ez teljes mértékben visszaesett, de hát sajnos a forgalom, a bor forgalom is visszaesik. Pont a turizmus, illetve a vendéglátás visszaesésével az éttermekbe nem tudnak menni az emberek, nem tudnak borozni. Kiskereskedelembe egyelőre ugye vásárolják még a borokat, ez azt még nem érinti a koronavírus miatti krízis, de a vendéglátóhelyeket nagyon. Mi bízunk benne, hogy május végére talán rendeződik a helyzet, és a nyári szezon az már beindul újra. A pincészetek vendéglátóegységei bezártak. Az ott dolgozók fizetett szabadságra mentek, mondta Mészáros Péter. A koronavírus a helyi boripart sem kíméli. Több szekszárdi borász csak online felületeken tudja megoldani az értékesítést. Mi is csak most egyelőre még itt tapogatózunk, hogy merre tovább, ugye a borkóstolóinkat gyakorlatilag lemondtuk és lemondták teljesen jogosan, úgyhogy ezek a rendezvényeink, akár a kadarkatúra, akár a fesztiválok egyelőre még kérdőjel, hogy meg lesz-e tartva, és hát most próbálunk online értékesítéssel próbálkozni, hogy azért a vevőnk egy részét ki tudjuk majd szolgálni valahogyan. Nem tudunk semmit csinálni, ugye a szőlőkbe ott megy a munka, ugye a szőlőmetszések, kötözések, ezek már nagy rész megtörténtek. Borászatba is dolgozunk, tehát borfejtések, palackozások, ezek még zajlanak. A vendéglátó részünket azt bezártuk, mindenki fizetett szabadságra ment, és hát várjuk azt, hogy vége legyen ennek a járványnak. A munka viszont nem állt le. A szőlők metszése, kötözése, a benti borlefejtés és palackozás folyamatosan ad munkát a foglalkoztatottaknak.
A borászok most összefogva közösen azon dolgoznak, hogy kitaláljanak valamit a veszteségek minimalizálására. Már januárban megkezdődtek az előkészületek az iskolákban a szeptembertől induló technikus képzésre. A szakképző intézmények vezetőinek véleménye szerint az egykor jó hatásfokkal működő középvezető képzés modern változata keresett lehet akár a felsőoktatás alternatívájaként is. Az erről szóló januári összeállításunkat mutatjuk újra. Tehát ezt azt mondjuk, hogy tovább, és a kék plusz jelre kattintva tudunk egy új pótlapot kérni. Az adóbevallás megírásának lépéseit tanulják a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó Bezerégy István Szakképző Iskola felnőtt oktatásában résztvevők. Elmondásuk alapján több olyan gyakorlati tudásra tettek szert, amit a jövőben a munkájukban is hasznosítani tudnak. Jelenleg otthon vagyok a kisgyermekemmel. A munkahelyemnél a főnökasszonyom volt, aki javasolta ezt a képzést. Jöttem, megérdeklődtem, és mivel én otthon tartózkodom, nekem az időbeosztásom is így könnyű volt. A munkahelyemen adminisztratív és pályázattal, könyvelői kapcsolattartással foglalkoztam korábban is. Ez a képzés mindenképpen hozzáillő és kapcsolódó volt. Úgy gondolom, hogy mindenféle tekintetben egy jó választás volt, hogy eljöttem erre a képzésre. Ez a heti 3 nap, amit itt töltök, az elméleti rész mellett a fontosabb, ami gyakorlatban is megmutatkozik. Tantárgyaink is igen változatosak, ha ezt lehet mondani, tehát itt a pénzügyi rész, a számviteli, vagy akár projekt kapcsán igen széles körű. Tehát a munkahelyemen azt gondolom, hogy mindenképpen ki tudom majd használni ezt a képzettséget, amit reméljük megszerzünk május hónapában. Egyel több papírunk lesz, és azt gondolom, hogy ez mindenféle tekintetben azt mondhatom, hogy nekem ez egy pozitív dolog, hogy ezt választottam, idejöhettem és részt vehetek ezen a képzésen. Könyvelés akár, nekem ez újdonság volt, tehát én gépen soha nem csináltam, de innentől kezdve azt gondolom, az adóbevallását most már bárkinek meg fogom tudni csinálni. Számviteli része, igen, bele mélyültünk a korábbi tapasztalataimat, ezért egy kicsit kiszélesíthettem, akkor most már nem csak azt az előkészítő munkát végezhetem majd, hanem egy kicsit előrébb léphetek jelenlegi munkahelyemen is. Azok, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudtak jelentkezni 2019 nyarán képzésre, azoknak még van idejük, hogy beiratkozzanak a keresztfél éves oktatás valamely formájára. Szekszárdon például felnőtt oktatásra is lehet jelentkezni február 1-ig. Azért érdekes ez a képzéstípus, mert ezek munka mellett elsajátítható képzések. A hétnek jellemzően 3 délutánján vagy estéjén, esetleg egy szombat délelőttjén zajlanak a képzések, így mindenkinek ajánljuk, akik munka mellett szeretnének tovább tanulni. De egy másik nagyon fontos eleme a képzésnek, hogy ezek ingyenesek, hiszen a szakképzésben az első és a második szakma megszerzése ma mindenki számára ingyenes. A szakképzési centrum nagyban újra gondolta a képzési palettáját. Azt gondolom, hogy mi szolgáltatók vagyunk elsősorban, és csak olyan szakmák kerültek fel a képzési palettákra, kínálatunkra, amik valós munkaerőpiaci igényeket elégítenek ki. A vállalati kapcsolattartóink járják a duális partnereinket, a cégeket, begyűjtik ezeket az igényeket, és mi erre próbálunk rugalmasan és gyorsan reagálni. A képzéseink jellemzően Tóna megye 6 városában zajlanak, 9 tagintézményünkben lehet a képzésekre jelentkezni. Szekszárdon, Bonyhádon, Tamásiban, Dombóváron, Pakson és Dunaföldváron tudnak bekopogtatni hozzánk, de nyilván online is lehet a honlapunkon jelentkezni. Az lenne a kérdésem, hogy amikor ilyen típusú feladat van, akkor mindig használjuk ezt a táblát. Látják, hogy az eleje meg bizonyos részei megegyeznek azokkal az adatokkal, amiket önök a feladatban látnak, de néhány adattal ki van egészítve. Most arra szeretném önöket kérni, mielőtt leírják a táblát, hogy gondolják át ezt a feladatot, nézzék meg a táblát a feladatban, és az lenne a kérdésem, ugye meg kell állapítanunk majd, hogy melyik az a termék a 3 közül, kés, villa, kanál, amelyik a legjövedelmezőbb. Így ránézésre mit gondolnak?
Melyikkel tudjuk a legtöbb pénzt keresni a háromból? Több éve, hogy a szexuális szakképzési centrumban nem csak az általános eljárásban, azaz a szeptemberben induló képzésekre lehet jelentkezni, hanem az úgynevezett keresztféléves eljárásban a februárban indulókra is van lehetőség beiratkozni. Azok, akik első megszerzett diplomájukkal sem tudtak munkát szerezni, vagy úgy érezték, hogy más szakmát is megtanulnának, ezentúl ingyenesen vehetnek részt a felnőtt oktatásban. De azok is jelentkezhetnek, akik munka mellett végeznék, vagy ezzel fejlesztenék magukat a már meglévő munkájukban. A felnőtt oktatás a tanuló, munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatás. Én eléggé távlatokban gondolkodtam itt, mikor ezt így megálmodtam. Én 4 gyerköznek az édesanyja vagyok, és humán diplomámat már elég régen szereztem, úgyhogy ez, ugye itt számokkal foglalkozunk, ez teljesen egy más világ, viszont nagyon érdekelt, foglalkoztatott a gondolat régóta, hogy ezzel szeretnék jobban megismerkedni, és hát nyilván, tehát ehhez a szakmához ezt igazából gyakorlatban tudja igazán elsajátítani az ember, tehát az elsődleges célom nekem is az, hogy elhelyezkedjek ebben a szakmában, könyvelés területen, de nyilván ezt szeretném utána önállóan végezni otthon. Nem utolsó sorban mondjuk a családdal emellett azért jobban lehet foglalkozni, és így hát pénzt is lehet azért keresni. Teljesen más rendszer van itt, ez, hogy heti 3 alkalommal jövünk, ez sokkal kedvezőbb, mint az előző helyen, ott gyakorlatilag hétvégén volt ez, azért sok időt elvett a családomtól, így ez kedvezőbb nekem, és ami még nagyon tetszik, hogy abszolút a vizsgára készítenek fel bennünket, tehát célzottan, én ezt nagyon jó dolognak találom, úgyhogy alapjában véve elégedett vagyok ezzel a választással. Szerintem nem kell gondolkodni rajta, tehát akinek van egy pici affinitása is ahhoz, hogy új dolgokat ismerjen meg, tanulni egész életünkben szerintem érdemes, tehát a tudásban van a tőke szerintem. De nem csak családosok jelentkeztek a felnőtt oktatásra. Volt olyan személy, aki önerőből keresett egy céget, amely alkalmazni fogja a sikeresen elvégzett felnőtt oktatást követően. A vállalkozások világa érdekel, ezért iratkoztam be a pénzügyi és számviteli ügyintézőre. Korábbi iskolám az kereskedelmi szakmenedzserként végeztem, és úgy gondoltam, hogy így teljesen le tudom majd fedni a vállalkozások világát. Ott belelátok a menedzser részébe és a marketing részébe, itt pedig akkor majd a pénzügy részébe. Magamtól kerestem egy céget. Jelenleg is oda járok, nagyon tetszik, illetve elég sok mindent meg lehet tanulni. Azt mondták, hogy ha ők így megfelelek ott nekik, akkor ők továbbra is tudnak engem alkalmazni. Főleg a forgási sebesség 5,3%-os növekedése nem kedvezi a vállalkozásnak. Így van. Ez két ok miatt van, hogy az anyagköltség 10%-os növekedést mutatott, és az átlagos készlet pedig 15,8%-kal nőtt. Így van. A mai órán hát új feladatokat, mintafeladatokat alapján, a vizsgafeladatok alapján készülünk a vizsgára. Itt érettségiztem, és hát akkor is már tetszett ez az iskola, és mivel már volt egy szakmám, ami nem annyira tetszett, ezért szerettem volna még egy képzésen részt venni. És mivel ugye volt egy, és ez nem, a kettő nem függött össze, és ezért csak esti tagozatra jöhettem, de mindenképp ide szerettem volna jönni, és ez volt a fő indok, hogy azért jöttem esti képzésre. Munka is másabb, nem kint kell, hanem egy benti irodai munka, meg azért valószínűleg pénzben is remélem más lesz. Idéntől a munkaerőpiac igényeit kielégítő képzési formákba várják a jelentkezőket a Szexádi Szakképzési Centrum munkatársai. A fél, 1, 2 vagy 3 éves képzés ideje alatt piacképes tudást és szakoktatást szereznek a jelentkezők. Ennek alapján nagyon rövid időn belül kaphatnak állást a képzést elvégzők. A szakképzési rendszer átalakítása folyamatban van. Már szeptembertől a
nyolcadik osztályos tanulók az új képzési rendszerre, az új szakmákra fognak tudni jelentkezni. Így ezek az alapszakmák technikumban 5 év alatt szerezhetők meg, a szakképzőiskolában viszont 3 év alatt. Ezek széles szakmai, biztonságos szakmai alapokon nyugvó képzések lesznek. Az a jó hírem van, hogy a centrum fölajánlja ezeket az alapszakmákat, ezeket a képzéseket a felnőttek számára is, és számukra még azt az ajánlatot is fogjuk tudni tenni, hogy lényegesen rövidebb idő alatt fogják tudni a képzéseket elsajátítani. Ami nagyon fontos, hogy a tudás az jellemzően a cégeknél van, ezért a duális partnerek bevonása is várható a rendszerbe, sőt sokkal rugalmasabb iskola szervezés is várható a jövő évtől kezdődően, hiszen akár a tanulóknak, a jelentkezőknek az előzetes tudását is be tudjuk számítani, amit nem kell majd megtanítsunk a képzés során, itt lényegesen rövidebb lehet a képzésünk. Úgy gondolom, hogy színvonalas és jó minőségű oktatást kell nyújtsunk a jelentkezőknek. Tolna megyei igények azok jellemzően két terület köré csoportosíthatók. Nyilván Paks 2 hatása révén a műszaki terület az egyik kiemelt terület, de ha a turizmus vendéglátást nézem, Szekszárd ebben nyilván élenjár és komoly igényeket fogalmaz meg, de Tamási is. Így a vendéglátó szakmában a pincér, szakács, cukrász képzés nyilván népszerű képzés, ezekre még várjuk a jelentkezőket. De ha a műszaki területet nézem, akkor komoly igény mutatkozik az elektronikai technikusra, a villanyszerelő képzésre, de vannak informatikai, építőipari képzéseink, vannak kereskedő képzéseink, ezek mind megtalálhatók a honlapunkon. Szeptembertől kezdődően a bevont partnereink is taníthatnak már akár elméletet is, tehát egy egészen új képzési struktúra jön létre, hiszen a duális partnerek bekapcsolódnak a teljes képzés megszervezésével, illetve lebonyolításába. Ez az iskola és a duális partner egyességétől függ. Február 1-ig online is lehet jelentkezni a Szekszárdi Szakképzési Centrum oldalán a felnőtt oktatás nappali, esti vagy akár levelező munkarend formáira. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod. Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.